Köszöntöm a Mozaik nézőit! Indul a hétvége, a Szent György napok pedig folytatódnak. Színház, zene vagy éppen a sportkedvelői egyaránt találhatnak itt kedvükre való programot. Mától az időjárás is kedvezőbb lesz, mi már második napja vagyunk a helyszínen, és eddig nagyon jól éreztük magunkat. Mutatjuk, miért érdemes most ide látogatni. Koncertek, vásár, kulturális programok, események sokasága színesíti a Szent György napokat. Nagy Feró, a Beatrice frontembere is már alig várta, hogy ismét Erdélybe látogasson. Ma alig vártam, hogy elinduljunk, és hogy ide érjünk, mert ugye nekem ez hazai pálya. Hát én ide valósinak tartom magam, bár én ott születtem, ezért csak nejlon székely vagyok, de azért ezt büszkén vállalom. Ez olyan, mint amikor az embernek két hazája van, tudod? Tehát ha ide jövök, haza jövök. Ha oda megyek, oda is haza megyek, hát ott vannak az unokáim. De ez egy nagyon érdekes érzés ez, hogy az ember ide jön, és ugyanúgy ismerik, mint Magyarországon. Ugyanúgy lehet beszélgetni. Nagyon jó érzés, megmondom őszintén, ide jönni. Koncert után azonnal indulunk haza. Ez egy szörnyű. Épp az előbb jöttem ki a szobámból, és arra gondoltam, hogy de jó lenne most itt lenni, vagy 3-4 napig. Már az is jó lenne. Úgyhogy hívjatok és jövünk. Már 5. alkalommal is részt veszünk itt, mert szeretjük ezt az ünnepét. Nagyon büszkék vagyunk a városunkra. És mindig találunk valami újat, amit eddig még nem volt, és felfedezzük az újabbnál újabb kézműves termékeket, és én nagyon szeretem ezeket. Színes a program, nagyon sok vásáros van, kézművesek, színesek a termékek, nagyon sok mindent lehet kapni, és zömmel kézzel készített, szívvel, lélekkel vannak előállítva. Helyi dolgok, népviselettől elkezdve, szappanokig, ékszerekig, bármit meg lehet találni. A programok miatt, főleg a kulturális programok miatt, és a nyüzsgés miatt, hogy ilyenkor ez a úgymond kisebb városnak is mondható település életre kell. Az időjárás az egy picit bezavar, de úgy vettem észre, hogy mivel már 2 éve nem volt semmi, kimaradt 2 évig, így az esőben is, az óvogó esőben is voltak azért jó néhányan, akik azt mondták, hogy nem érdekel most ezt itt. Megnézem, meghallgatom. A Szent György napok egész hétvégén is zajlanak, még több koncerttel és programmal várják az ide érkezőket. A teljes programot a szentgyordnapok.ro oldalon nézhetik meg a látogatók.